Lapuk Lára vagyok. Több mint 20 éve foglalkozom szervezetekkel, különböző szerepekben, sapkákban. Eleinte készségfejlesztő trénerként, szakterületem a kommunikáció és az együttműködés. Később change management folyamattanácsadóként, utána coachként. Coachingban három irányzatot is képviselek, a kedvencem ezek közül az utóbbi években a megoldásfókuszú, solution-fókusz munka, mind team coaching keretében, mind egyéni coaching keretében. Management és business coach is vagyok, ICF által minősített, és nagyon szeretem csinálni ezt a munkát. Az utóbbi években az egyik specialitásom, kedvenc területem a reziliencia fejlesztése, amit nagyon örülök, ha munkahelyi egészségfejlesztés programok keretén belül tudunk vele foglalkozni, vagy talent management, vezetőfejlesztés, szervezeti kultúra fejlesztés keretében. Egyre fontosabb tényező a munkavilágában, hogy az emberek fönntartsák a teljesítő képességüket, és megőrizzék a belső egyensúlyukat. Ez igen nagy kihívás, úgyhogy én úgy definiálom magam, hogy az utóbbi években ebben szeretek leginkább segítőtárs lenni. Tímeknek és egyéneknek egyaránt. Magyar és német nyelven dolgozom, és a folyamatos tanulás híve vagyok, ezért rendszeresen továbbképzem magam, előadok konferenciákon, workshopokat tartok. Szabadidőmben business coachingot tanítok a Budapesti Gazdasági Egyetemen, és nagyon büszke vagyok rá, hogy már a 9. évfolyam indul. Amikor meg valóban ráérek, akkor imádok utazni, felfedezni új kultúrákat, és tanulni mindabból, amit a világ különböző pontjain megélek. Miben számíthatnak rám az ügyfelek? Szokták mondani, hogy értékelik a humoromat, néha tudok lenni provokatív, de még a határokon belül, és néha így elcsodálkoznak, hogy milyen élesen rá tudok tapintani valamire, amit ő nekik elkerülte a figyelmét. Úgyhogy ha szervezetfejlesztésben, kultúrafejlesztésben, személyes fejlesztésben gondolkodik az ügyfél, akkor én szívesen vagyok partner. Az imént hallottam egy kollégámtól egy ideillő viccet, ami így szól, egy tanácsadó beszáll egy taxiba, és kérdezi tőle a sofőr, hogy hova menjünk. A tanácsadó pedig azt mondja, hogy bárhova, mert mindenhol szükség lehet rám. Lehet, hogy ez nem annyira humoros, de nekem mégis tetszik, és örülök, hogyha személyesen is találkozhatunk és beszélgethetünk.